az történik az elmúlt 25 évben, hogy az eső lemossa a hordalékot Pilis Csaba utcáin, és azt visszarakjuk a helyére. Aztán megint lemossa, megint visszarakjuk. Rengeteg pénzbe kerül ez, rengeteg időt vesz el a közmunkásoknak, gyakorlatilag egy hónapja ment rá, hogy ezen dolgozzanak, és ezt meg kéne állítani. Tehát, hogy azért kell a vízelvezetési koncepció, hogy a víz ezt ne ezt csinálja, és azért kell az utakat rendezni, hogy ne legyen mit lemosni. És a vízelvezetési koncepciót ezért úgy dolgozzuk ki, hogy javaslatokat tegyen például az utak burkolatának a kialakítására. És a NASZ-kal játszottatok itt, azt hiszem, ugye? És hát én gyerekként, ez nekem olyan elképesztő élmény volt, ahogy gitározott az Ákos. Na most tudom, hogy ez már ilyen rossz hallgatni nektek, de akkor is el kellett mondanom most. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, meg egyáltalán 25 évesen. Na, és te vagy 25 éves, vagy az Ákos? Van. Remélem a fele Pilis Csabai, akkor az 50 és fél gyerek. Ha 181-ből levonom az 50 és felet, akkor is keresek legalább 130-at a rendszerben. Személyesen éltem át nem csak én, többen magammal azt az elutasítást, azt a hangnemet, amit ott kaptam, és azért tettem fel ezt a kérdést, és abban bíztam, hogy mondjuk 6 év távlatából ezek az emlékek el fognak múlni, de olvasva a beszámolót nem tudnak elmúlni.